Szia! Megjelent a hatos pakk az ember! Ha ezt rendeled, megfapozni senki se nem mert. Bepukkasztottuk a hatos pakkot az emberből. 6 darab válogatott finomság, csak neked. Puszi! 16 éven aluliak számára nem ajánlott. Hello, 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 szevasztok, fékezzétek magatokat, mert már az ebben, hogy vicsorokba harapjátok a rántott húst. Boxolod a levegőt a csetel, azt agatja meg szoros. Az van, hogy a lájkot azt csak meg kéne nyomni, mert nagyobb csicskításba vagyunk. Értesz, fiam? Na, hello, hello, csá, szia! És akkor indulunk is, nem gecizünk itt egy fél órát. Csigiri, zapszalba, feküdj fel az asztalra, csá. Elő is jövök, szia! Csípde! És itt vagyunk, mi most ebben az adásban vagyunk egyébként, nagyon régóta, és szia Zoltán, a szubod olyan nekem, mint egy nagy lófasz. Van nagy. Nagy. És gömbölyű, hegyes. Ma lehet, hogy olyan csak a Lalit piszkád dogó. Ne követelőzzél, mert úgy pofán baszlak, hogy összehányod magad. Aki nem lájkol, az tényleg buzi, azt írja a Gaba. Igaza van, kár tagadni. Arnold, a szubbal az arcodat összekarbold. Kösz szépen. Azt a büdös mocskos szent, leborult, agyon tetovált, indiai kenukormányos salakmotoros, megszédült, szanaszéjen ripityára, harpiolosra kábított, kurva eget. Jó, meg vagyunk érkezve, a botnézőknek nagyon nagy nyelves csók, gyomorig nyalós, azaz undorító, nyálas, gusztustalan, nagyon gusztustalan, hello, szevasztok, újra itt vagyunk. Az öreg pedig Hanzo. Tudjuk, hogy milyen Hanzo, ugye? Tohánzó. Ez olyan nosztalgikus érzés egyébként ez a habazás, ez tiszta csosztalgia. Érdekesen, könyvbe is lábadtam elő felül. Viszontlátásra, uraim! Micsoda? Viszlát. Te letegeztél engem? Hát annyit mondtam, le... hogy viszlát. Azt mondtad, menjél innen, nem ezt mondtad? Nem ezt mondtam, ha. Mondom viszlát. Megkocogtatlak, bazd meg. Tessék. Mondom, megkocogtatlak, bazd meg, ne tegezzél le, nem vagyunk van viszontban. Rendben, uram, haladnunk kell nekünk is. Mert mi szarrot kell, vagy mi van, beribart? Jó, más is vár itt az... Viszlát, az viszontlátásra, uraim! Viszlát! Viszlát, uram! Viszlát! Viszlát! Viszlát. Bocsánat! Ne gyere közelebb, mert leugrok! Ne gyere közelebb, mert leugrok a faszomba! Te ne lövöldözzél, te büdes geci! Szegény öreg. Azt hittem túlélni, bazony. Direkt voltam, hogy igen. Így akartam. Figyelj csak, nézzük meg, ez itt ez a szoba. Figyelj, olasz burkolatok, helyett van zsalukő, és azért biztonsági telső osztályú, mert itt azért nem nagyon törnek be meg ilyesmi, ez nem fordult elő soha, és van portások, őrség van, padlófűtés, az nincs, de helyette van egy nagyobb puha bőröd, mert az ágy az geci kemény, és akkor az alsó ágy kiadó, egyébként ez egy 23 ezer dollár per hó, 3 havi kaukció, és amit mondtam, hogy 370 év rezsit kell előre fizetni, ami összesen 75.700 dollár lesz, de barátom vagy, ezért 74.900 jóra tudom adni. És nem lehetne, hogy akkor én legyek a felső ágyon, igen? Figyelj csak, annak is megvan az ára, egy 3,5 millió dollár per hó. Most ez, hát bazzag, ez örök panoráma, nézd meg, hát ez bazzag, ez a tetőterasz minden, itt örök panoráma van, tehát azért ez egy luxus lakás, illetve egy ágy. Hát de nem ilyen luxus lakást akartam. Hát jobbat? Ennél jobb nincs. Nézd meg az izzót. Nézd meg az izzót. Johnny, ne csinálj. Figyelj, nézd meg az izzót. Energiatakarékos, látod? Energiatakarékos, időkapcsolós, az ajtók is időzárosak. A WC pedig magáért beszél, mert a sarokban van, és néha tényleg tud beszélni. Legalábbis, ha sokat vagy egyedül, kohallod. Johnny, te hogy bírod ezt, hogy börtönben vagy? Én nem. Milyen börtön? Tudod, kik vannak bezárva? Megmondjam neked az őszintét, kik vannak bezárva. Azok, akik kint vannak, fiam. Rabszolgák minden nap 8 órába, mennek, viszik a gyereket, hozzák a számlát, fizetik. Nincs egy szabad percük, bazd meg. Érted? Is mond, én érted? Is a társadalom börtönébe be vannak szorítva, szopják a paszt, fölveszik az uzsorát, meg a faszom tudja, kidolgozzák a belüket szaré, húgyé. Te itt, fiam,
Nézzél már körbe. Te szabad ember vagy, verjem a baruda orromba. Ülsz ezen a szaron, olvasol, hokizol, recska parti, minden játszik. Hozzáállás kérdése, bazd meg. Itt lesz-e igazán szabad? Nekem ez most így nagyon sokat segített, és köszönöm. Semmi baj, kócsollak is. Ennek is van havidíja előfizetés. Egybe fizetsz egy évet, akkor 20% kedvezmény. Minden játszik. Azért a zérót megkóstolod, úgy feláll a faszot, hogy letépi az álmennyezetet. Tehát, hogy ezt nem akarom itt tovább, majd mondjam neked, itt egrecéroztatni ezeket a dolgokat, de jobb, ha tisztába kerülsz vele, hogy egyet megiszol, húbcserepet leveri a fasz, paddást letépi. Ami nem szép dolog, tehát mindig csak szabadtéren kóstoljuk meg először, ez nagyon fontos. Figyelj csak, Lajoska, itt tudomásunk szerint, itt valaki szerelmes beléd, ebbe a helyzetbe vagy, bizony, bizony. Egy boldog, látod azt a sárga dzsekis buzit? Igen. Ő egyébként szerelmes beléd. Komolyan? Bizony, lépj oda és csókold meg. Jó napot kívánok, uraim, mi a helyzet? Jöttünk itt felmérni a terepet. Nem, most szociális munkásként dolgozunk, és az idős embereknek segítünk ezekben a hideg időszakban. De nézzenek, mert ott smárolnak. Mi történik ott? Elnézést. Az igen. Sziam. Te mi a fasz csinálsz? Mi az Isten? Mi? Felfordulás. Azért szerintem a szerelmet nem kéne szétszakítani. Úgyis van közöttünk egy pap, mi lenne, hogyha áldást adna rá egy templomba, érti? Úgyis itt egy másik szerelmes pár. Elmegyünk egy templomba, kimondják az igent, azt minden fasza lesz, érti? Elviszem randizni elsőnek, Nászútra szerintem elmegyünk Gyulajba. Eutanáziára mennél inkább? Az jó hely. Igen. És akkor Gyulajból indul New Yorkba a járat, átszállás nélkül. Nem úgy megy, hogy Bátoron keresztül megy? A Tesco-nál fordul meg. Na ide figyeljön, én fogok adni nektek. A sárkányok földjén végig mész el, hülye vagy? Igen. Egy utal volt. Ez hévíz, szóval jó? Milyen hévíz, Rezi? Jó. Hévíz, Lali, voltam már? Kicsit büdös a víz, de belefér. Hát, sok mumia ott kuszkázik. Remélem, hogy lakbira megszépülsz. Ott felejt egy nyugdíjasok kuszkárnak évek volt a víz tetejéddig. Mondom, hogy hévíz, de egy három napos két éjszakra. Azt van benne ilyen lábaköves passzás is, az anyám basszom kidé. Felírom, mondja a nevét ide, ki kell, alulírott, igen, mi a neve? Stojka Minusz. Stojka Minusz, ami én alulírom Stojka Minusz, aki született, igen, ide kell a dátum. Elnézést már, hogy közben szólok, mert én ismertem egy magához hasonló férfit. Azt nem maga ilyen iszap-szentgirisztáson született maga? Nem. Tehát egy jó barátom, tiszekségnyugodás lasztó születetet. Ez rendezte, emlékszem, nagy botrány volt belőle, hévíze nagyzét, a meleg felvonulást, a Stojka Minusz, ez rendezte. Van egy medence, ez önmagát tisztítja meg minden. Az igen. Vannak ilyen nagy izék, pilagória berendezések, ott ülős faszom rattan gyíkokkal, meg Szopó utcai evőeszközökkel. 4570 négyzetméteres grillező teraszról hoztuk el azt a két grillt. Volt egy női alkalmazottom, látod ennek a gomba tetejét? Azért van megkopva, mert mindig főúszta a szokját, az beleüt. Itt van egy ilyen ajtó, amin azt nem lehet bemenni, de úgy néz ki, mintha belehetne. Ez ilyen prank ajtó. Mert az egy ablak azért. Erre is tudsz jönni. Nézd, itt föl tudsz ilyen mászni, mert nem tudom, fölmondtál mentve tornából? Csak nem, ugye? Ezt így nincs el lépcső benne? Figyelj fel. Hát engem csuportak úgy egyébként, hogy nyírkátai pókember, nem véletlenül. És akkor itt fotocellás ajtók, itt van a szexszoba, tehát itt azért rommá lehet alázni a sok retebb sarkú szutykos kurvát, és naponta többször is. Ez gyerekszoba, nem? Dehogy is, ez szexszoba. Tömény pornó megy mindig. Itt a csicska gardrób, értesz, és akkor itt van egy... Nem elhúrtátok a bútorozást? Dehogy is, itt van egy tárgyaló, itt nagyon meg lehet tárgyalni minden. Jó, ennyi a ház, nézzetek szét, meg ilyenek, virizsd a gyémántot, azt menjünk a kövihöl. Nekem egyszer a gyekhoz megmutatta, hogy beültök kádba, és mondta, hogy nézd csak, Frank, itt a tavirózsa. És akkor előbukott a vízből valami. Az eperpen. Hát igen, igen, az a tavirózsa. Meg egyszer volt egy cápatámadás is, emlékszel, mikor nagyon fő volt keményedben, mondom, úristen, megtámadott az alien, beszaladtál Frank a szobába, rácsaptál légycsapóba, mondom, ez meg mindig mozog!
és csaptad még, pak, emlékszel? Emlékszem, most már kicsit félelmetes volt. És mondtam, hogy adnod kell $50, hogy megtámadjon téged, és azóta az is tartozó, bazd meg. Szóljál anyádnak. Nem adtam, ugye? Hát nem. Honnan lenne neked $50? Figyelj csak, az Alientől megvédtelek, baszik az $50 meg sehol. Hát. Férfi Tiboró, szopjon be azt a nagy raptor popádat, pia. Figyelj csak ide, te tokmányorrú. Mi a helyzet? Mi van most ingyen itt? Van valami? Bolcsói? Hát... Anyagilag be vagyunk szakadva. Baráti kedvezményt tudok maximum adni. Jó, akkor kérnék szépen egy... Nekem azért van pénzem, nem kell aggódni. Egy olyan zsíros kenyeret tudtok csinálni? Igen, majd a Lucy fizet. Ami alulfelül meg van kenybe zsírra? Zsíros kenyér. Mindenkinek szeretnék kérni egy 32-es pizzát, a mai ajánlatot. Én arra vagy, de... Én nem szeretem a... Én döntöm el, hogy mit teszem. Én több száz ezer kilométerre vagyok kenyeretről. Utálom. Tibor? 32 négyzetméteres? Vagy? Igen, 32 négyzetméteres pizzát és egy kettes Pepsit. 32 négyzetméteres pizza. Figyelj csak, egy robbantott csirke nincs, vagy grillázsolt pulykanyag strandpapucsa popozva, mert azt kérni. Nézd? Azok olyan vagyok, mint a Titanicból a DiCaprio. Nem kapom. Nem ér. Gyere ide, légy szíves! Jó, mindjárt megyek, várjál már, hagyj élvezzem már egy kicsit a vizet, bazeg, tudod, hogy ilyen izé vagyok. Hát az elég szól, hogy már férfiak is. De figyelj már, komornyikon a pesgő a királynőknek. Az öreg egy fáma! Bocsánat. Elnézést mutat az olimpiai lányba. Én is a királynőm, ki ez a csövetbe? Szállják ki. Motor. Hát de te normális vagy, bazd meg? Állj meg! Állj meg! Ne, 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 én rajtam tiszta, rendezett ruha van, nem figyelj, rajta. Ezzel vitatkozni nem lehet. Most, ha valaki meglátik bent, igen, akkor ezt lehet holnapban. Elvegyülök. A kádék úr. Nem kell itt elvegyülni. Menj addig a piacra, azt hadd el állat, ahogy szoktál. Jó, ha vegyél ilyen mozdóba. Azt mondja, okádék úr nézett ki. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattam ezt a mondatot. Rendben, akkor csókolj meg. Inkább ezt csinálom. Pimbiri, babám, bám, bám. Figyelj csak! Nem csókolozok én mellett a rohadt hűtlen kurva. Nem érdekelsz. Hát tudod ezt? Igen, csókot akarok. Eddig minek örülsz, hát most dobtál, de ne csókolozzál. Fejezd be ezt a nyáladzást ebbe a baktériumos időben. Csak egy csókot akarok. Jó, van, nem érdekel, hogy mit akarsz. Csókolj meg! Ha rákjesz a gyomromat, inkább leugrok a gecibe innen, á! Csókolj meg! Én nem kaptál el! Azért, mert nem vagy te lát, hogy elkapjalak, fejezd már be. Hogy a faszomban nem törted össze a popádat? De mit csinálsz ti? Krisztódik, hát a szemüveg meg otthon. Jézusom. A bakhangja vezeddig. Egyik jobban vezet, mint a másik. Hát mert figyelj csak, hogy nem én voltam a hibás. Azt hittem, a bérembe van a vezetés. De van ez a mínusz, tudod? Láttam, hogy szemezgetel bele. Biztos, hogy nem. De hogy nem láttam, hogy kivárod őt. Nagyon jó jársz vele, csak mondom. De rosszal. Hogy kell, Isten meg. De hogy nem kell, megmondtam, hogy kell. Inkább keresek valami fiatalt. Ah, ülj már le magadnak, neked fiatal, minek? Oldalra hát fordítani nem bírja, tudják a nagy nem? Disznó testedet. A mínusz az elintéz. Figyelj, mint hülye gyerek, hát, a tejbe bűzös tányért. Eltörik a keze, hogyha meg akarna fordítani. Ó, erígy már az alád, mert a szemed kigúvad. Na tessék, elcsábítottam a rendőr a szemét. Nem rossz bottam, meg olyan hülye vagy, hogy azt követi az öreg túsz, és nem ő a főnök. Állj meg! Na, ez mellémet passzopó! Cicakba, hogy a Bartos terította. Tehát logika az egész, tehát itt ül cicakba ugrálni. Elnézést, segítség, elraboltak. Állj meg te! Ez normális, ő lesznek jelentve. A Los Santos rendőrség nevében felszólítom, hogy húzódjon félre és állítsa rá a gépjárművet. Elnézést, uraim! Viszontlátás! Passzopó! Elnézést, a kisasszonynak vagyok hajlandó négy szem közbeszélni. Hát tudom, ez nem így működik, jó? Vallomást fogok tenni neki, de olyat, hogy a szíve leszakad neki. Elmegyek mosdóba, rendbe köszönöm magam. Egy kávé felfogadás, ne én magától, mindent.
Kollega, azért egy kicsit moderálja már magam, nagyon szíves, köszönöm. Értezem. Mégis egy kialgatásom volt. Elnézést biztos, hogy most egymás között mi volt patkán szaga annak a kisasszonynak? Kollega, ő maga mit csinál odakint? Társadalom. Társasol jön, hölgyem, ez nem sasi, de meg sasoda, jó? Megedjem. Hát jöjjön, de a normális viselkedést kérek, köszönöm. Kiskezük csókolom. Tudom. Elnézést, uram! Jöjjön vissza, uram! Bocsánat, csak itt a kollégának nem tudta kiszaladni nekem egy doboz cigi a boltba. Mert pangol. Uram, jöjjön vissza, igazán. Igazán. Hozzám egy cigit, ne legyél már csicska. Itt pangok, hát. Bazzuk, bemar az ideg ezektől, köcsögöktől. Na putás, hozz egy cigit, piam. Elnézést, itt vagyok. Na, várjon még, jó? Adjál már nekem is olyan szart. Ott van akkor ízi, csomagtartóba. Csinálják képeket faszán, hogy itt állunk. Csinálom, de akkor takarodj már a képből. Ne hagyj fel, tőcsed. Jaj, bocsánat, rossz. Iha. Baszik, ki... Teniszkönyökön van, Dick. A rák meg a sztojka. Játszod a picsádat, azt ilyen házba lakul. Szarjunk már az ajtó elé, vagy valami. Jó, van nyomost. A passzomat egyétek meg. Hát én oda szarok. Azt a kurva. Mi a fasz csináltok? Ja, semmit, láttuk, hogy ég a ház, el akartuk oltani. Úristen, hát, sztojka, itt vagy ég a ház, hidd a tűzoltókat. Oké, hát most hittem a tűzoltókat. Tűzoltók, Los Santos-i tűzoltóság. Mik azok a szilánkok ott? Melyiket? Szerintem hát az ablak, nem tudom, de figyelj, csak azért jöttünk ide, mert éreztük, hogy baj van. Először is egy köszönömöt szeretnék hallani, rákegyek a retkes gyomrodat. Ki a faszom szartod az oldalt elő? Hógolóval ott tudtuk a fizet. Az egy kutya volt, én láttam, most alattam. Oda van szarva az ajtó elé? Felpis itt vajon a malacsa. Ide adadok felzőt. Akkor kezdjük, kéri, ne vagy csecsit. Dík, milyen amatőr. Érzed azt a kemundobot? Hát ez a telefonod, nem? Ez nem a telefonom. Hát, és nem is a botomnak a vége. Hát de valamelyik botomnak csak szerintem az inzulin pumpája öreg. Hát ez az. Mázolnál a evőversenyt megnyitom. Hé, Mária, már mondom, hogy live-ot. Készen állok? Jó. Live-ozunk. Indítom a TikTok live-ot. Készen állok, be vagyok durramba. Tap tap babáim, tap tap. Mennyinél jársz tagad, keci? Várja. Most épp ezt nekeznek. Köszönjük szépen a három darab gorgát. Új, geci, köszönjük a rózsát. Öreg, bírod még, öreg? Info, info, szátok. Tűrűrű. Az a gyomjad? Tűrűrű. Így behányt az öreghem. Hát miről beszéltek? Semmi hányat. Úristen! A kurva életben segítsen el! Jó, de felezünk. Mennyibe megyen most? Na, jó van, majd megbeszélj. Na, ide figyelj, mi az az összeg, amiért béké adjad a hölgyet? Elrigyél már a büdös görbe, rákos, büdös picsába. Kell a ráknak ez a koporsószög. Vigyed a rákba. Hát így ezek... ingyen, így lemondasz róla. Nem látod, hogy ő ezekre tengevet? Nem bírja elpeledni a jó öreg kolbász, tudod? Én nem tudom elhinni, nem tudom ezt elképzelni. Barbara, ez igaz? Figyeljetek csak ide! Itt nagy izé, zegzel is minden volt. Most már nem, hogy elhagyjál a dolgokat. Mint a torkos borsz, fiam. Figyelj, csak leírtad magadat teljesen. Nem írtam le. Nem is feküdtem le vele. Nem érdekel, előtte teljesen a bizalmam. Na most már álljál le, hát bevallom őszintén a dolgokat, és nem hiszel nekem? Úgyhogy az összes nőt, akit látsz, megbaszol. Ez igaz. De most miért? Is egyébként szerelembe élek, és ez a tiéd, te kurva. A katalizátort kiszedted, add ide az árát, mert szart kiverem belőled. Mennyi? Ott van a pisztolya. Ja, bassz meg! Mi a gecicsi, normális hölgy? Hallod? Szába foglak vágni, most fátom nagyon mondom. Ez véletlen, bocsánat. Katalizátornak a pelit add ide, most mondom. Hallod? Képzeld ma, megbasztam a rózit. Íhá! Hát a slizbe kell forgatni, annak picsájon megtalad a lyukat. A húr az pincepörköltet kér, zöld paradicsommal, pásztorzalhonyával és gazdag zsíros kenyér alulfelül megkent paradicsomkarikákkal és ecetes krokodil tojásos pástétomot. Én kérnék szépen egy komposztált, kompilált csigatalpat lekváros medbetarkóval és fehérboros mártással, nápolyi
pitpirit szószban. Tisztelettel. Öltött palacsintát, krokodil szemöldök, panírozba, kloppolba. Ezeket kérnénk. Köszönjük. Te tudod, hogy nézel ki. Nem ez volt a kérdés, hanem hogy egyszerűen értékeld azt. Mint én férfibe. Mi van? Mint te férfibe. Úgy nézek ki. Igen. Ha elrigyél már a faszomba, hát te nagyon csúnya vagy, így nézek ki, akkor szúrjatok le, érted? De ha szúrlak le vagy, te fogsz meg szúrni. Hát én megszúrlak. Na, a szád eljön. De figyelj majd, de nem sír. Valamit kezdj magadra. Hát mondom, előveszem, az bukjál rá akkor. Na gyere csak. Vaj, félre. Nézd meg, lehúzom a slitzem, megint előveszem. Nézd csak, mi van itt kis jányom. Micsoda kis kinder meglepetés. Ugye nem bántad meg, hogy megnyomtad a lájkot? Ugye nem bántad meg? Ahogy nagyon nagy flash ez a téli, ez mindig olyan nosztalgikus, meg úgy visszahozza nagyon az elején az RP-t, mert így kezdődött egyébként. Nagyon régóta toljuk már, azért 4 vagy 5 éve. Brutál. Most viszont ennek itt lesz a vége, srácok. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a szubokat, a donétet, meg mindent. Legyél szub, ha szereted, amit csinálunk, mert az nekünk jó. És csók a család mindenkinek, sziasztok! És legyetek ti nagyon jók most, és holnap fogunk találkozni leghamarjábban. Szevasztok, hello, szia, és csá, és hello, és szia, és hello, szia, hello, és csá, és szia.